még csináljuk. Jó, gondolom. Jó. Mindjárt vagy később? Szerintem most érdemes lenne mindjárt. Kérem, ettől eltekintve, mi más csináljak másképpen? Én nekem nagyon tetszik. Talán a dinamikák, egy kicsit a piánó lehetne talán kevesebb. De a forte az nagyon jó, csak egy picit a jobban. A piánó piánóbb legyen. Igen, ha lehet. Kérem, én ezt még hangosan. De aztán és az itt is fönt. Igen, az nekem nagyon tetszik. Ugye, de ez még hangos. Ez még hangos. Ez csak de... a második nyolcadtól. Igen, igen. Professzor azt mondta nagyon kedvesen, hogy ő most szeretné meghallgatni a Pathetic szonátát, mert ehhez gyerekkori élményei fűződnek, ugyanis édesanyja zongorista volt, és ő vele, az ő előadásába ismerte meg a tanár úr ezt a darabot, és hát azóta is ez az ő kedvenc Beethoven szonátája. Akkor elkezdtem szavatkozni, hogy én most ezzel a darabban nem készültem, és hát ezt, de az ugye nem érdekes, mert ő most csak azt szeretné hallani, hogy én vajon jobban játszom ezt a darabot, mint az ő édesanyja. Thank you.
Az édesanyám azt gondolta, hát csak zongorázni, tessék zongorázni. És én zongoráztam is. Nem egész becsületesen. A gyakorlás egy kicsit túl sok volt. Kérem, én magától akarok kérdezni. Én tudom, én látom, hogy maga is szívesen kamarázik. Nagyon, nagyon szeretem, mindig is szerettem. Kérem, én egyet akarok kérdezni. Hangversenyben, ugye? Egy koncertben. Amikor nem három emberrel, vagy egy emberrel játszik, hanem százal. Az ebben olyan? Vagy az kevésbé személyes? Én azt hiszem, hogy a kamarazene a legszemélyesebb. Ugye a kamarazenében akkor senki sem mondja meg, hogy mit csináljanak. Azt azért együtt kell csinálni. Így van. Így van. Professzor úr, ezt kéne nagyon együtt játszani. Ez a két kis 16-os nagyon együtt kéne legyünk ez a dallamhang. Esetleg megcsinálhatnunk még egyszer a D-től? Én meg azt nem bánnám, ha még egyszer az egész tételt eljátszom. Jól. Thank you.
odajött hozzám az egyik fizika ismerősöm, aki nagyon haragudott rám a hábanbáit. És azt gratulált nekem, és azt mondta, hát bárcsak az enénél maradt volna. Ez aranyos. Hát, talán a zenétől maradtam fiatal. Csináljuk meg. Igen, még egy plusz ütem van itt. Kérem, én arra gondoltam helyesen bejönni, aztán elfelejtettem a fortét. Csináljuk meg. Jó. Picit tovább kéne várni, ezt valod még egy plusz ütemet. Hát kérem, én még azt is el akarom árulni, hogy számokhoz visszatérjek, hogy amikor én 100 éves leszek, hát én körülbelül úgy számítom, hogy az lesz a 75. Thank you.
international cooperation is achieved in music. And if everything else could catch up with the music, we would have a wonderful world.